Tekerj és kirándulj velünk címmel rendeztek sportnapot az Akácliget gyógy- és strandfürdőben. A nap reggel 7-kor lombkorona futással és nordic walkinggal, 5 km és 10 km-es távok teljesítésével kezdődött, tudtuk meg Győri Kristóftól, a rendezvény főszervezőjétől. Tudtam, hogy reggel már volt nekünk egy programunk, 7 órától volt egy futás, illetőleg egy nordic walkingos csapat is elindult, és akkor körbe sétált a lombkorona sétányt, ami szerintem itt a karcaki nevezetességek közül az egyik legszebb, én nagyon-nagyon kedvelem, és ezen felül lesz még nekünk bringatúránk, lesz gyalogtúránk, egy ilyen városismereti gyalogtúra, úgyhogy tényleg nagyon össze van szedve az egész programsorozat, a kerékpártúrát pedig dr. Fazekas Sándor fogja majd vezetni, ami a hosszú távot illeti, mert van egy hosszú, illetőleg van egy rövid táv is, és természetesen a polgármester úr Szepesi Tibor is itt lesz majd velünk. A program az otthonról haza egyik állomása volt. A Nemzeti Összetartozás Túra rendezvénysorozat másfél hónapjának a végső állomása volt a karcagi, az augusztus 20-ai záróprogram előtt, amikor is nagyon sok határon túli országból indulnak el kerékpárosok Budapestre. Többször is próbálkoztunk már hasonló rendezvényekkel, amikor városon belüli túrák, város környéki kerékpáros túrák, különböző gyalogtúrákat szerveztünk a karcagiaknak elsősorban. De az, hogy ez a program országos, sőt határon átnyúló, hiszen meglepődve tapasztaltam például, hogy testvérvárosunkban, Szepsiben is volt hasonló program az elmúlt hónapban, ha jól emlékszem. Tehát azzal, hogy országos rendszerben kerültünk be, és országosan is megmutathatjuk azokat az épített és természeti örökségeket, amelyek Karcag rendelkezik, ez mindenképpen egy hatalmas lehetőség, úgy turisztikailag, mint városmarketing szempontjából. A karcagi programba több civil szervezet és a Dériné is bekapcsolódott. A nap során városismereti séta volt két alkalommal, Keserűné Ébner Tünde vezetésével, többen pedig kerékpáros túrákra is indultak. Látva a különböző programokat, itt hátam mögött éppen az egészségügyi szűrés, ami mindenképpen még az indulás előtt tervezem, hogy részt fogok venni. Aztán meglátjuk, lehet, hogy még utána is, és akkor megnézzük a kettő közti különbözetet, hogy esetleg mutat-e valami különbséget egy ilyen forró nyári napon, egy 40-50 kilométeres kerékpározás után. De a további programok is nagyon jók lesznek. Én azt láttam a program tervezetből, tehát a délutáni bemutatók, az esti koncert, úgyhogy valószínű, hogy több programon is. Amit nagyon szerettem volna menni, ugye ez a gyalogtúra része, hiszen nagyon izgalmasnak tűnik a karcag múltját megelevenítő gyalogtúra, de hát egyszerre kerül megrendezésre, úgyhogy majd egy következő alkalommal. A hosszú túrát, ami körülbelül 40 km volt, dr. Fazekas Sándor, volt földművelésügyi miniszter, földügyi kormánybiztos vezette, és a vele tartó idősebb és fiatalabb kerékpárosok, köztük Szepesi Tibor polgármester is, a kecskeri víztározóhoz, a bócsai legelőhöz, a hármas kunhegyesi kenderesi karcagi határhoz, a Bigefertőn át a Gergelyhalomhoz tekertek el, és több megálló helyen érdekességeket hallgattak meg a túravezetőtől, az adott határrész történetéről, az ottani növény, madár és vízi világról. A karcagnak a tilalmasi határrészére, bócsai részre megyünk. Elég jók az utak egyébként a karcagi határba, bár néha akkor fordul elő, hogy mondjuk megszűnt az út, vagy benőtték a növények, amikor éppen az ember rövidíteni akar az útvonalon. Tehát a tervünk az, hogy a Kecskeri tóhoz megyünk. Itt elképzelhető, majd ez attól függ, hogy milyen lesz a hangulat, hogy a széles kertközi úton, keresztúton, külső keresztúton megyünk el odáig. Onnan átmegyünk a Kisújszállás, Karcag, Kenderes hármas határ, az a hármas határon van egy halom, az egy nagyon szép ligetes rész, és aztán a határkanál is mellett Gergelyig, úgy a Bedeki rész, és úgy jövünk majd vissza. Azért is jó ez, mert a karcagi határ az nagyon szép, változatos, bár nem mindenki ismeri úgy, ahogy kellene. Én is próbálom minél több részét megismerni, és az elmúlt években, különösen a Covid alatt próbáltam biciklizni, bejárni ezeket a régi határrészeket. Az is egy érdekes dolog, hogy a növényzet, az élővilág az háborítatlan, rengeteg vízimadár szokott lenni a Kecskerinél és a határkanálisnál is. És hát vannak tévhitek is a karcagi határral kapcsolatban, ugye a mostani tilalmasi település, házcsoport az, amit tilalmasnak elkönyvelünk, de igazából a tilalmasi rész az a Kunhegyesi út, Madarasi út, Taratyi út, körülrész az a dereka, természetesen
természetesen a volt állami gazdasági központ is ehhez tartozik, és ezen a részen kunhalmok, régi faluhelyek, például ilyen Bócsa, Bócsai halom, ilyen a törökbori halom a kunhegyesi határ szélen találhatóak, amelyek mind a régi idők tanulni. Minden résznek megvan a maga története, történelme, és megállókat fogunk tartani, mert olyan 36-38 fok meleg igyekezik, már most 30 fok fölött van a hőmérséklet, de hát most a nyár ilyen, akkor ezzel nem lehet mit kezdeni. A meleg időben is föl lehet készülni arra, hogy miképpen védje ki az ember a hőhatásokat, vinni kell magunkkal vizet, cukrot, akár cukros üdítőket is, ilyenkor ezek hasznosak, meg legfőképpen arra kell vigyázni, hogy az ember ne erőltesse meg magát, ez nem egy bicikli verseny, hanem inkább egy ilyen hőségtúra. Albert Krisztián a Zádor hídhoz vezette a rövidebb kerékpártúrát, ami mintegy 13 kilométer volt, már óvodások és iskolások is vállalták szüleikkel együtt. A szakember szintén érdekességeket osztott meg a pusztai látnivalókról a túrázókkal. A kerékpár és gyalogos túrákról visszaérkezőknek az ebéd galaburgyi volt, a Karcagi Birkafőzők Egyesületének jóvoltából. Délután pedig a karcagi sport egyesületek mutatkoztak be, és volt táncműsor is, a napot a Match Boys koncert zárta. A nap során az EFILEK egészségfejlesztési központ állapot és egészségfelmérést és diétás tanácsadást végzett. A Karcagi Ifjúsági Egyesület kézműves foglalkozásokat tartott a gyerekeknek.